Szia, Ádám! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy vannak? Jól vagyunk, köszönöm szépen! Sőt, a legnagyobb örömmel jelenthetem be, hogy egy órán belül két csatlakozónk is van. Úgyhogy a negyedik és az ötödik éhségsztrájkoló. Kembeszerel Artúr és Virág Péter, Duna Televízió üzemi. Üzemi szakszervezetünknek a vezetője. És aktíva? Aktíva. Hát önök is aktív. Így van, aktív működő szakszervezet, így van, 250 fős tagsággal, most már többségük itt van, sőt, 100%-ig itt van a Kunigundai épületben. És mi vitt erre? Hát, úgy éreztem, hogy itt kell lennem, és a szolidatáson túl szerintem most már tenni is kell, nem csak szavakban kifejezni, hogy szolidások vagyunk, csatlakozni kell, támogatni egymást, úgyhogy ezért jöttem. Mi, ő szerint mi ellen kell tenni? Mi ellen kell tenni? Vagy miért, vagy mi ellen? Hát az egyik, hogy az ilyen kiutatósált ügyek, mint amik most történt, ilyen ne forduljanak elő, és egyáltalán minden ember, aki a közmédiát nézi, figyeljen fel arra, hogy amit történik az átalakítás kapcsán, azért az nem teljesen jogszerű és sima ügy. Mire gondol? Itt az elbocsájtásokra, egyáltalán az összevonásokra. Most ebben nem mennék így vele. Most, amiért itt vagyunk, az ügy, amiért olyan három ember, olyan ember lett megbüntetve, akik értesítés szerint nem ők az igazi felelősök, de csak mindjárt a kis embereket csattanjanak ostól. Ön szerint kik az igazi felelősök? Hát nyilván azok, akik erre nekik utasítást adtak. Vannak, akik ilyesmire utasításokat adhatnak a televízióban? Igen. És ezeket kötelező végrehajtani? Jó kérdés. Kötelező végrehajtani? Hát az újságíró meg is tagadhatja az olyan utasítások végrehajtását, ami mondjuk sem szakmailag, azaz, hogy sem etikailag, sem pedig morálisan nem felel meg neki, illetve sem a szakma szabályainak, sem pedig az ő morális, vagy az mondjuk az ő... Azt hiszem, ez a negyedik nap, bár még nincs semmi bajom, de néha keresem a szavakat. De mondjuk az, hogy az ő hát érték, igen, mondjuk, hogy az értékrendjének ez a megfelelő szó, akkor ő ezt megtagadhatja ezeknek a végrehajtását, és ennek következtében őt semmilyen munka, tehát mondjuk azt, hogy munkajogi retorzió nem is érheti. Ez ugyanolyan, mint a nevek kiírása vagy nem kiírása. Tehát az, amikor pénteken a híradóságok szolidaritást vállaltak azzal a kollégájukkal, akit vezérigazgatói fegyelmivel elmarasztaltak a Lomnici ügy, azaz, hogy Lomnici Zoltán kitakarása miatt, akkor az történt, hogy ők éltek azzal a jogukkal, hogy levetetik a nevüket, nem hagyják, hogy kiírják a nevüket. Csatlakoztak hozzájuk riporterek is, és ehhez... Nem vállalják azt, hogy ők szerzői annak az anyagnak. Nem vállalják. Megcsinálják, elvégzik a munkájukat, viszont joguk van nem vállalni azt, hogy ők ebben részt vettek, hogy ők ezt elkészítették. Közleményt ismeri, ugye, amit a Magyar Televízió, vagy ez az MTVA kiadott? Hát minket hivatalosan igazából erről nem tájékoztattak, hogy létezik egy ilyen. Hivatalosan? Hát az egyik online újságban olvastunk róla, és úgy látom, hogy meg is van. Igen, ez a... Nem, hát ez úgy tűnik, hogy azok, akik... Tehát ez nekem már feltűnt, amikor olvastam azt a hírt, hogy azt mondják, hogy Nagy Navarró Balázs szakszervezeti tisztségviselő által kezdeményezett, többnyire egyedül folytatott, időnként további két fő részvételével zajló éhségsztrájk. Hát akik ezt írták, valószínűleg, sőt biztos, hogy nem ebben az épületben dolgoznak, hanem a Naphegytéren, vagy valahol, vagy egyszerűen nincsenek hiteles információik, mert Nagy Navarró Balázs nincs egyedül. Sőt, most már négy társa van, és... Szombaton egy volt még neki, az én voltam, és aztán jött Patakfalvi Sándor kolléga harmadiknak, és jött
Kembe Szorella, Tur negyediknek, és jött Virág Péter ötödiknek, és eddig is hárman folyamatosan itt voltunk, most pedig már öten vagyunk itt mindig. Úgyhogy nem igaz az, hogy Balázs egyedül és sztrájkol. Megtenné nekem, hogy felolvassa ezt a szöveget? Hogy én olvassam fel? Vagy azt kérje meg a Balázs? Hát én szoktam neki is általában felolvasni, hogyha olyan van. Szóval, de tényleg mi lenne, hogy esetleg az MTV a kommunikációs osztálya olvasnál fel? Ők adták ki, de nem is tudom, hogy nekem ilyen szöveget fel kéne olvasnom. Közlemény. Tényleg azt szeretnéd, Ádám? Igen. Jó. Az MTV a vezetése mindenek előtt kinyilvánítja, hogy a Nagy Navarró Balázs szakszervezeti tisztségviselő által kezdeményezett, többnyire egyedül folytatott, időnként további két fő részvételével zajló éhségsztrájk résztvevőinek egészségi állapotáért aggódik, és reméli, hogy a demonstráció egészségkárosodás nélkül mielőbb befejeződik. Az MTVA felajánlja orvosi szolgálatának segítségét a demonstrálóknak. Az MTVA felszólítja a demonstrálókat, hogy ne a Kunigunda úti épület előtti területen folytassák az éhségsztrájkot. Az MTVA az épület B szárnyában fűtött helyiségben biztosít helyet nagyúrnak és alkalmi társainak. Mindemellett az MTVA vezetése annak a határozott álláspontjának kénytelen hangot adni, hogy semmilyen körülmények között nem engedhet és nem enged az ilyen jellegű nyomásgyakorlásnak, hozzátéve, hogy a demonstrációnak nincs világos célja. Valójában Nagy Navarró Balázs önmegvalósításának sajátos eszköze. Az MTVA egyetért a postai és hírközlési dolgozók szakszervezeti szövetsége közleményében megfogalmazottakkal, miszerint az éhségsztrájk lehetetlen eszköz, az éhségsztrájk vállalhatatlan eszköz. Az akcióhoz ürügyet adó konkrét ügyben elkövetett szakmai hibával egyáltalán nincs arányban az a tiltakozásról választott eszköz. Az érintett dolgozók felelősségre vonása megtörtént, a sérelmet szenvedett fél elfogadta a bocsánatkérést, és a maga részéről lezártnak tekintette az ügyet. Az MTVA, mint munkáltató, eddig is nagyfokú toleranciával viseltetett mindenek előtt Nagy Navarró Balázsnak az elmúlt napokban tanúsított, a munkatörvénykönyvébe ütköző, vállalt szakszervezeti tisztségével ellentétes, olykor antiszociális magatartásával szemben. Nagy Navarró Balázs 2011. december 12-én jogi jellegű ürügyek mögé bújva megtagadta a munkafelvételét. Ezért is és az elmúlt napokban tett kijelentései, valamint tanúsított magatartása miatt a munkáltatónak joga lenne a rendkívüli felmondás eszközével élve megszüntetni nevezett munkavállaló munkaviszonyát. A munkáltatónak az a határozott meggyőződése, hogy Nagy Navarró Balázs folyamatosan provokatív magatartásával azt szeretné elérni, hogy őt rendkívüli felmondással küldjék el, hogy a sajtószabadságért vívott küzdelem áldozata lehessen. Az MTV a türelmet tanúsít, egyelőre nem él a rendkívüli felmondás eszközével, nem kíván mártírt faragni egy, a mérlegelő képességét elveszteni látszó, a mértékadó szakszervezetek által is bírált eszközökkel nyomást gyakorolni kívánó, saját érdekeit képviselő szereplőből. Na most kommenteljem. Hát gondolom, hogy van. Hogy lenne hozzá? Volna mit hozzáfűzni. Hát az első, amit már mondtam, hogy aki ezt írta, nem ismeri a valós helyzetet, sem nem járt erre, sem pedig konkrét vagy valós információi sincsenek. Nagy Navarró Balázs eddig sem egyedül demonstrált, és ezután sem egyedül fog demonstrálni. Még jobban tudja, mint önök, hogy itt semmiféle manipuláció nem zajlik, nem történik ebben a televízióban. Hát igen, ő jobban tudja azt, sőt, mi több, hogyha ők azt mondják, hogy ez a demonstráció valójában Nagy Navarró Balázs önmegvalósításának sajátos eszköze, hát akkor én azt kívánom, hogy Magyarországon minden állampolgár, minden civil legyen annyira öntudatos, hogy így próbálja önmegvalósítani saját magát, hogy kiáll. És nem csak saját magáért, hanem másokért is. És nem csak mondjuk ebben az esetben a kollégái mellett, hanem a tisztességes tájékoztatásért is.
A következő, hát a postai sírközési dolgozók szakszervezeti szövetségének a közleménye, na az egy másik téma, ez ilyen belső szakszervezeti sztori, hogy miért van az, hogy akkor vannak a nagyon kompromisszumkészek, de nem kritizálok semmit, mert végül is azt kifelejtették az MTV a közleményének írói, hogy tulajdonképpen azért adták ki ezt a közleményt, hogy szolidaritást vállaljanak az éhségsztrájkolókkal, az, hogy a továbbiakban meg mit írtak bele, az magának a szerzőnek a felelőssége, és az álláspontja, úgyhogy az mindenki... Tehát van egy olyan állásfoglalása ennek a szakszervezetnek a részéről, amelyik szolidáris önökkel, csak azt állítja, hogy ez túl erős ez az eszköz, amit igénybe vesznek, és ebből kiolóztak. Ebből kiolóztak. És így lett az ő... érvrendszerüknek része? Persze, hát szerintem hát igen, mert ennek a nyilatkozatnak egy mondata szól arról körülbelül, de azt viszont nagyon szépen köszönjük a postai és hírközlési dolgozók szakszervezeti szövetségének, hogy azt mondja, hogy kiáll, azaz, hogy szolidaritást vállal az éhségsztrájkolókkal, azaz velünk, és akkor mi van ebből a szolidaritásból ebben a közleményben, akkor pontosan mi az, amit szerepel? Az, hogy az éhségsztrájk lehetetlen eszköz, az éhségsztrájk vállalhatatlan eszköz. De az egész mondatot elmondaná még egyszer, hogy értsük? Igen. Hát ahhoz szerintem azt kéne, hogy felolvasni az ő tegnapi közleményüket az egészet, mert az aztán mindent elmondanak. Szóval de az ez MTV... most ugye nem az ő közleményük, hanem nem a Magyar Televíziónak a közleménye, persze. MTV A-nak a közleménye. Az alap. Ők mit állítanak, hogy mit állít ez a szakszervezet? Az MTVA egyetért a postai és hírközlési dolgozók szakszervezeti szövetsége közleményében megfogalmazottakkal, miszerint az éhségsztrájk lehetetlen eszköz, az éhségsztrájk vállalhatatlan eszköz. Tehát magyarán akkor... Kiragadtak belőle. Kiragadtak egy olyan mondatot, talán az egyetlen egy olyan mondatot, amelyik... Nem ez volt az egyetlen, de kiragadták, és szerintem máshonnan ragadták ki ezt a két megfogalmazást, hogy lehetetlen eszköz, vállalhatatlan eszköz. De hát azért tegyük azt hozzá, hogy na mindegy, ezt most nem tesszük hozzá. Szóval hát az, hogy Nagy Navarró Balázs jogi ürügyek mögé bújva megtagadta a munka felvételét, na ez azért, ez nagyon kemény. Hát ott voltam vele én is a raportján, és őt nem arra, a Balázs, ő előtte vasárnap elküldte a levelet, hogy ő a szakszervezeti vezetőknek járó munkaidőkedvezményt igénybe kívánja venni. Tehát ezt a munkáltatónak tudomásul kellett vennie, mivel a törvényben sincs az szabályozva, hogy mikor kell bejelenteni egy szakszervezeti vezetőnek, hogy munkaidőkedvezményt vesz igénybe, és az rendkívül ellentmondásos az MTVA viselkedése, hogy Balázs bejelentette azt, hogy ő munkaidőkedvezményt vesz igénybe, erre rá egy órára kap egy SMS-t, hogy azonnal olvasson e-mailt, mert hogy őt akkor majd tájékoztatják arról, hogy milyen feladattal akarják megbízni. Magyarul ez na, hát mi ez? Na, ha nem furcsa, akkor... Hát az, hogy joga lenne rendkívüli, nem tudom, a többi az már ilyen regény, ilyen eposz. Hát hogyha azt mondja, hogy joga lenne rendkívüli felmondás, hát próbálja meg, vagy nem tudom, én ezt nem mondom, a baleset próbálja meg, de miért fenyegetőznek? Minek a fenyegetés, a nyomás alatt tartás? Hát ők is nagyon jól tudják, hogy mártírt csinálnak belőle, akkor minek erről írni? Egyébként meg itt ebbe a szövegben, ja igen, az, hogy hagyjuk el ezt a területet, hát ez már egy monológ lesz, Ádám, be is fogom fejezni. Hát kaptunk majd egy levelet, külön-külön, ami arról szól, azaz a második része, hogy mivel ez magánterület, ezért menjünk el innen, mert hogy akkor ők nem akarják, hogy itt tartózkodjunk. Mi természetesen elhagyjuk ezt a helyet, hogyha be fogják csatolni azokat az iratokat, amit Balázs kért. Tehát azt, hogy az MTVA igazolja, hogy ő jogszerűen birtokolja ezt a területet, mert mi úgy tudjuk, hogy ennek a területnek ő nem a tulajdonosa. Úgyhogy semmilyen meghatalmazást nem csatoltak oda. Azt se tudjuk, hogy igazából ki akarta nekünk ezt a papírt átadni, semmivel nem igazolták magukat, hogy akkor ők azok a munkatársak, akiket erre megbíztak. Úgyhogy majd ahogy az MTVA a bérleti szerződést például
bemutatja nekünk, akkor nagyon szívesen mondjuk azt, hogy akkor elhagyjuk ezt a magánterületet, mert én úgy tudom, hogy ez a Wallis tulajdona, nem vette meg még az MTVA. Tehát majd, hogyha a Wallis úgy akarja, vagy majd a bemutatott papírok alapján, akkor megyünk. Úgyhogy hát röviden ennyi lenne talán. Ja, Bészányban fűtött helység, most ott éjség sztrájkoljunk. Hát nekem abban a levélben azt írták, hogy ott pihenhetünk, tehát legfeljebb. A B002-es szobába. De azt, hogy... Ezzel az erővel mindenki otthon éjség sztrájkolhat, legfeljebb azt gondolhatják, hogy böjtöl egy kicsit. Hát persze, meg hát legyek úgy hiteles, tehát az, hogy mondjam azt, hogy akkor most gyorsan hazaugrok, éjségsztrájkolok, de persze nem eszek ám semmit. Tehát itt szokták a kollégák néha kérdezgetni, így azért mondjuk telefonban, hogy de figyelj, biztos, hogy azért, hogy sutyiba se esztek semmit? Hát jó, hogy nem eszünk semmit, hát azért vagyunk itt, csak iszunk. Úgyhogy a vércukrunk is ennek megfelelő. Balázsé tegnap nem tudom mennyi volt, az enyém az 4-1. Úgyhogy nem eszem semmit, azóta sem. Orvos? Meg szokott nézni. Persze, azért felügyelnek ránk, hogy ne. De hát az MTV-attól még nem jött senki, hogy ők orvosi segítséget ajánlanának fel, vagy bármi, vagy hát kíváncsiak lennének. Benne van a szövegben, hogy ők felajánlották. Hát de nekünk nem. Most akkor ez ja, azt megjelent, miután ez megjelent egy közleményben az interneten, akkor önök nyilván erről tudomást szereztek. Hát akkor most ezek szerint tőlem tudomást szereztek erről. Hát de ez körülbelül ahhoz hasonlít, mint a raporton is. Tehát az, hogy el nem hangzott az, tehát az éjségsztrájk, meg az, hogy hogy vagytok, egyik szó sem hangzott el, egyik kérdés sem. Nem, hanem Balázs meg akarták bízni a 15 perces összeállítással a szerb és magyar kapcsolatok elmúlt 20 évéről, hát engem pedig ugye megfosztottak az eddigi lehetőségeimtől, és egy új utat nyitottak. Elmondanás szintén ezt, hogy mi vette rá erre a dologon? Hát nyilván vannak személyes indítatásaim is, mert nemrégiben a november 11-én kaptam készhez, de nem írtam alá az előzetes értesítést az elbocsátásomról, azért, mert voltak különféle jogi és erkölcsi aggályaim is ezzel kapcsolatban. És amikor meghallottam, hogy Balázs elkezdte ezt a demonstrációt, akkor azt mondtam, hogy ennek részese kívánok lenni, éppen azért, mert úgy gondolom, hogy nem csak a hírterületen szolgáló, idézőjelben szolgáló kollégáknak vannak ugyanilyen nyomásaik és napi parancsaik, hanem én a kultúra területén voltam a Duna 2-n és korábban a Duna Televízió egyes csatornáján, ott is megvoltak a hasonló nyomások, ott kötelező anyagoknak hívtuk őket. Mit jelent? Hát, hogy voltak helyek, ahol el kellett menni, forgatni. Ennyit jelentett. Attól függetlenül, hogy mi volt beszerkezni. Voltak olyan helyek, ahol meg nem kellett elmenni? Voltak olyan helyek is. Voltak olyan tematikák, amiket nem szabad, nem volt szabad egyáltalán feldolgozni, vagy hírt adni róluk. Konkrétan a szubkultúráról egyáltalán nem szabadott. És voltak olyan hírek is, ezt közvetlen felettesen szájából hallottam, hogy túl liberálisan tálaljuk a kulturális eseményeket, úgyhogy sokkal konzervatívabbnak kell lenni. Ez mikor kezdődött? Hát az összevonások után. Tehát amióta ez a korhoz itt működik, azóta. Előtte nem vagyok. Köszönjük szépen. Ötten vagyunk! Hölgyeim és uraim! Mutatkozzon be! Megérkezett az ötödik! Akkor hagyd mondjuk el, hogy újabb csatlakozó van a közmédia tisztességért és a igazi felelősök felelősségre vonásáért indított tiltakozó akciónak, az elhíresült Lomnici ügynek, a Duna Televízió üzemi szakszervezetének elnöke, Virág Péter is csatlakozik hozzánk. Kapcsoljuk meg! Köszönöm szépen!
és ha hol van a Sorel is idejön, akkor is Aranka is előkerül, akkor tapsoljuk meg azt az öt éjség sztrájkolót. Éljen! És ha egyikünk kiesik, akkor jön helyettünk egy más. Ha ketten esünk ki, akkor jön helyettünk kettő másik személy, és két más, meg három más. Addig nem fogunk innét elmenni. Amíg élő terror van ebben a házban és a közmédiában, és amit hamisítani lehet, csalni, és a felelősöket bújtogatják, akik pedig nem felelősek igazán, azokból pedig bűnbakot próbálnak csinálni. Ennek most egyszer és mindenkor a véget kell vetni. Nem csak a közmédia dolgozóinak a tisztességéről van szó, hanem a demokratikus jogállam alapjairól. Valakinek tudja ezt így egy kat, csak rá kell egy ilyet. Majd azt ma elköltök el. Egy kis Viktória? De bent akartad a sárnyból. Megfordulunk, ha meg tudunk még fordulni. Sándor. Pardon. Történelmi pillanat, felállunk. Ezt nem fogom. Sándor, legyen szíves. Sándor, legyen szíves. A négyből nem lehet. Ötből nem lehet négy. Sanyikám, sírva kérlek. Foglad el a helyet. De ne térdeljen. Azt a hányadra csinálta. Aranka látszol? Aranka szaradnak. Akkor teljesen spontán, naturálisan ugyanez a kép. Te tudod, hogy kell csinálni. Vigyor, nagyon szeretjük egymást, ilyen a világ. Éjség sztrájk, vigyor nélkül. Megvan? Végülis valamivel szórakoztatni kell. Csak el ne aludjunk, Sándor. Mindjárt jön a... Tényleg le vagy lassú. De Sándorral itassunk kólát, nem lesz ki jól a Sándor. Hozott valaki el. Igen. Kólát. Kólát. Szállja fel, üdött. Balázs felhívja majd a Siklós Gáborokat. Már hívtam, jönni. Kérünk kólát. Aranka. Beszéltem már vele. Jön, aki meg nem áll, az meg mozog. Egy ilyen Melyik közleményt? Az RTV a legető. Ja, igen. Az eredetileg a sztrájkkal kapcsolatos közleményét, az kommentálnak te is? Hát egészet még nem tudom elolvasni, mert még nekem nem adták oda. De nem akarom. Amit hallottam, hát az eléggé felháborító. Mind amit mondanak, mind annak a tartalma, mind a megfogalmazása. Ez jól jellemzi ezt az egész tragédiát, tragikomikus helyzetet, ami van, amely arról szól, hogy hogyan mondanak valótlant a közmédiában, most már nem csak a műsorokban, hanem a műsorok készítőiről is, vagy azokról is, akik tiltakoznak amiatt, amit történik. Ugye egy ember sztrájkol, alapvetően egy ember folytat éjségsztrájkot mondja az MTVA, most itt öten
folytatunk készségsztrájkot, de hát majd valahogy szélg őket majd kitakarjuk, és akkor majd csak maradok én. Nem igaz, valótlan, természetesen ez is, mint az is, hogy ebből a közleményből értesültünk, hogy nekünk felajánlottak orvosi egy egyéb segítséget. Valószínűleg rosszul hallok már 3 nap éhezés után, mert erről sem hallottam, nem is láttam semmi hasonlót, de hát lehet, hogy a másik 4 nem létező éhségsztrájkoló talán másról be tud számolni. Felháborítónak tartom, hogy az MTVA közleményeket ad ki, miközben az MTVA megsérti a média törvényt és nem tájékoztat arról, ami történik, de közleményt ki tud adni róla, amiről nem tájékoztatja a közvéleményt. Ez a közlemény kiment a sajtó, ez nem belső közlemény, ezt az OS-ben, az Országos Sajtószolgálaton keresztül közzétették. Ez nem belső közlemény. Amúgy az is fura, ha belső közleményből bármiről beszél, miközben a dolgozókat nem tájékoztatja arról például akkor, hogy ezek szerint miért is folyik az éhségsztrájk, mi történt itt 2011. december 3-án, és azóta mi történt az előtte, kik azok, akik nap mint nap belenyúlnak a hírekbe, manipulálják, megváltoztatják, mi történt a Losonci ügyben, bocsánat, Lomnici ügyben, már én is fáradok vagyok. Ez mindenről nem tudhatott az, aki a köztévét figyeli. Itt vagyunk a köztévé épület előtt, innét egy emeletre van a köztelevízió 2 televíziójának, a Duna televíziónak és a Magyar televíziónak a hírfőszerkesztőség és a hír szerkesztőség, a newsroom, ahol készítik az anyagokat. Itt nem sikerült ezt a 200 méteres, 150 méteres távolságot megtenni a egyetlen egy szerkesztő riporternek és operatőrnek. Nyilvánvalóan nem saját akaratukból, hanem úgy döntöttek a felelős vezetők, akik felelőtlenül és jogsértően készítik az anyagokat, hogy erről a dologról nem számolnak be. Ismételten mondanom kell, hogy ez is jogsértő, a médiatörvényt megsértik. Itt az itt jelenlévő civilek nem értesülhettek a köztelevízióból, hogy mi történik a köztelevíziót érintően. Ez azt hiszem mindent elmond. A tartalmát, én a személyemet érintő inzultációkat, alpári megjegyzéseket nem kívánom kommentálni. Ez az ügy nem Nagynavarró Balázs ügye, ez az ügy nem személyes ügy. Ez az ügy, ahogy az itt jelenlévők is mutatják, akik a társadalom minden szegmentéből érkeznek, ez a magyar társadalom, a magyar demokrácia, a magyar sajtószabadság és a magyar közmédia ügye. Véletlen volt, mert Katival jöttünk. Mert valami zsekit tudok adni, de így meg fogsz már. Nem fogunk itt kimaradni valamit, de hogyha... Azt tudom. Tehát elvileg úgy volt, hogy én holnap jövök megkérdezni téged. Nem, ez a te döntésed, tehát abszolút. Tehát én nem fogok senki, de ha tényleg úgy gondolod, hogy fontos szerinted, amit csinálom, és hogy egészségedben nem, azt nem szeretném a bármi beérni. Tehát egészségemet ezt nem kell félteni, azt jó. Ruha, meleg ruha van valami, én tudok mi valamit adni, de kellene ennél több. Jó, lehet, hogy be szerint... tudunk menni, akkor nem gond, holnap reggelig is meg lehet, de ha itt kint kell. De ti még holnap után is itt lesztek valószínűleg. Nem szeretnétek, de igen. De szerinted igen. Szóval szerintem, tehát én most itt valamennyit veletek leszek, ma este hazamegyek, holnap kijövök. Megkérdezed a papát is, papam, mama. Nem örült neki. Igen. Múltkor se, de tudom, hogy elfogadják. Hát én nem tudom. De nem, jó van. Nem, semmi. De nem, oké. De tehát, hogy tényleg, hogyha örültek neki, akkor igen. Köszönöm. Na, jó. De vigyázz magadra, de tényleg menjél, egyél normálisan, mert tettem. Ne, de egyél most tényleg. Mert lehet, hogy ez itt eltart jó pár napig. Egyél most normálisan, gondolom vegetáriánus vagy, nem? Igen. Már egy hete. Egy hete csak, hát akkor meg pláne. De ne túl sokat, de reggelizél is, és akkor... Te is vega vagy? Nem vagyok, de a felesége már nagyon arra fele megy. Ha megbeszéljük, akkor lesz elég időt itt megveszünk, jó? Na, de vigyázz magadra is, ha tényleg úgy gondolod holnap itt, akkor szerintem sajnos itt fogunk maradni holnap is. Jó? Jó. Oké. Okay. Nem maradhatsz itt is, nem küldelek el, csak azért vegyél fel egy zsekit, adok neked egy zsekit. Jó. És nem valószínűleg elmegyek a szóval.
Amúgy ezt hallottad, hogy, hogy voltak ilyen egy éve vonaljegyek, BKV-s, hogy így mit tudok ki volt írva, 220 áthúzva, ők húzták át, és akkor emeltek. Ez a falusi infláció. Szerint ilyenből hármat legalább megkívánni azt, vagy négyet. Alig megoldtak volna a szívük. Még meleg valami. Menjek felmelegíteni? Csak én nem bírszkolok. Menjek? Beleteszem így a mikróval. Changing in the reports, many things, and we are very unhappy that there was no real investigation. They just tried to find some scapegoats, and we said this is unacceptable. This is unacceptable. The whole value of freedom of press and value of a free democratic society has been threatened. It's now a point that we could say just one thing: stop. We don't let you do this anymore. Hívtuk a szolgálatot, úgyhogy jönnek. Hát akik felügyelnek rá, a mentőszolgálat.
De kim van? Nincs, hanem ők vállalták, hogy ide néznek és jönnek, hogyha amikor kell. Ja, hát aki nem nézi a Facebookot, hát ott meg. De nem az, hanem hogy... Még bírjuk. Sziasztok! Hogy? Na, tudom, még bírják. 78. órában vagyunk, miért elkezdtük? Kettem csatlakoztak hozzánk. Alattával kezdtem, mi vagyunk az első. Sándor csatlakozott hozzánk egy nappal később. Jöjjön a tűr. Most csatlakozott Szorel. Szia! És egy másik Duna televíziós, és van egy hatodik is, aki reggel csatlakozik, mert ő az a küldtem, hogy reggelizzen, meg vacsorázzon ból. Adjál a próbeznek, hogy hozok a büfélből szállítását. De miért gondolok, hogy nekem pénzem van valamit? Nincs apró pénz. Pénz, ha van, akkor de nincs semmi pénz. Na mindegy, akkor várjál, keresem. Figyelj, ha nem dolgozni, nem keresem. De van 500. Ennyi van. Nagyon fontos lenne, hogy esetleg ha ti is tudtok olyan, aki csatlakozni akar, az fontos lenne. Mert hogy itt valószínűleg ki fogunk esni néhányan. És ennek az a lényege, hogy ez nem állja meg. Mert arról... Figyelj, volt neked reggeli posztod a Facebookon, azt olvastam, hogy el akarnak innen küldni. Igen, ez ma kezdődött. Területe. Ez nem az MTV területe, a tulajdonos a Wallis ZRT, annak most valami, nem tudom, egy cég, az a tulajdonos, és bérli, bérelt az MTV, de ugye most ez egy MTV-á, aztán azt mondták, kötöttek valamit, ők adtak ilyet, hogy ezt el kéne hagynunk. Én mondtam, hogy először nézzük meg, kérjük azt igazolni, hogy valóban a bérlők nevében beszélnek, valóban a tulajdonos nevében beszélnek, meghatalmazás, meg szerződés, hiszen az, hogy ketten mer oda jó hozzám, mert bent van, én is bent vagyok, attól még nem. És akkor meglátjuk, van már ügyvéd, Magyar György fog képviselni minket, tehát ha jogi van, ha el kell hagyni, mert azt mondják, én akkor jó hiszemen át fogunk vonulni valószínűleg, és vagy hazamegyünk, vagy esetleg ha valaki felháborodik, akkor lehet, hogy spontán tiltakozás, természetesen nem szervezik, de hát szerintem ez a helye lenne. Az fontos lenne ott is, hogy minél több ember jöjjön, mert attól a közterület, ami biztosan közterület. Az itt a gyakorlatilag a járda, vagy ez a kis híd után, a fűtől az már mind közterület. Szia! Szia! Köszönöm, hogy itt vagytok, tehát ez mind tudomnak számít. Az is fontos lenne, amúgy mindenkinek mondom, hogy ugye köszönjük egyrészt, hogy mindenki itt van. Ez egy nagyon nagy segítség nekünk, különösen akkor, amikor megpróbálnak mindenfajta eszközzel ellehetetleníteni minket. Kitakarnak egy volt főbírót, minket nem kitakarnak, hanem egyszerűen eltüntetnek a képernyőről. A közvélemény se a Magyar Televízió híradójából, se a Duna Televízió híradójából, se a több hírműsorból nem tud arról, hogy mi történik. Magáról a Lomnici ügyről sem tud. Nem tudja, hogy mik történnek itt. Ez egyszerűen nem csak, hogy felháborító, hanem törvénysértő. Arra kérek minden polgárt, éljen jogaival. E-mailben, elektronikus címen, nézze meg az interneten, mi ezeknek a közszolgáltónak a címe, elektronikus elérhetősége, és írni kell egy rövid pár sort, hogy tájékoztassanak arról, hogy a média törvény rendelkezésével ellentétben miért nem tájékoztatnak olyan eseményről, amelyről be kellene számolniuk hitelesen, tárgyilagosan, pontosan, sokrétűen, hogy erről egyáltalán nem tájékoztatnak. Nagyon fontos, hogy az időpontokat jelöljék meg, tehát ma például azt hiszem december 13 van, 72 óra van a adás lemenetelétől, hogy ezt a levelet a kiegyensúlyozottsági panasz már pedig annak fogja a hatóság kezelni, hogy tudom. Tehát 72 órán belül gyorsan meg kell írni ezt az e-mailt, meg kell jelölni, nem volt például december 13-án, nem volt december 12-én semmi erről. Kérnek erről magyarázatot, tájékoztatást, és ha nincs semmifajta válasz, vagy nem kapnak, akkor megint egy olyan határidők jönnek, majd kitesszük a Facebookra. Azt követően lehet a médiahatósághoz fordulni, elektronikusan is, akár írásban is, inkább írásban, és kérni kell az ügy kivizsgálását. Minden egyes ilyen ügy akta, vagy egy ügy számot kap, minél többen vagyunk, annál több ilyen vizsgálat kell, hogy induljon, ha kell 200 panasz lesz, ha kell 500, ha kell 1000. Ez nagyon fontos lenne, mert ugye minden ilyen ügyben azt mondja a médiahatóság, hogy széttárja a kezét, hát, hogy ő nem hatóságként nem járhat el
csak magától, hanem csak panaszra, beadványra, és hogy ilyenkor például kiegyensúlyozottsági panasz esetén kötelező előbb megkeresni a média szolgáltatót. Hát ha ez a idézőjelben a jogi út, akkor tegyük ezt, nem megyek bele a vitában, hogy de elmondom, hogy igenis a média törvény szerint, amit 2011. január 1-én léptettek életbe, nagyon sok tekintetben a hatóság eljárhat. Eljárhat akkor is például, hogyha hiteles, pontos, tárgyilagos tájékoztatási kötelezettség a közszolgálati médiának sérül, azaz nem tartja be a közszolgálati média. A hatóság eljárhat, szerintem el is kell járnia, ha a média törvény rendelkezését nem tartják be. Azt mondom, nem bloggereket kell kutatni elsősorban, hanem itt van egy 65-70 milliárd forint közpénzből fenntartott közmédia, amely nem, hogy nem teljesíti kötelezettségét, de hanem még csúfot fűz a hiteles, tisztességes, tárgyilagos tájékoztatás törvényi kötelezettségéből, akkor ennek el kell indítani a hatóság útját, és ennek hatósági eljárás útján is véget kell vetni. Vissza kell szerezni nem csak a demokratikus jogokba vett hitünket, de azt is, hogy ez a média, amit a mi pénzünkből tartanak fent, hogy köteles beszámolni a dolgokról, és aztán pedig el kell számoltatni a médiát is, hogy mire költi és hogyan költi el a mi adóforintjainkat. De most egyelőre még csak maradjunk a hír területnél. Mindenki tudja, hogy mi történt abban a bizonyos lomnici riportban. Erről nem számolta a közmédia, mint hogy erről sem, csak mindenfajta közleményeket adnak ki arról, hogy ki mindenki keresik egyéni antiszociális elemként valamifajta kertülési viszkezettségből egy szereplési vágyat, és nincs annál nagyobb dolga, mint hogy egy decemberi éjszakán éhezzen egy napot, két napot, három napot, négy napot, öt napot, és most már öt ilyen antiszociális elem van. Arankával kezdtük, csatlakozott hozzánk a Duna Televíziótől Patak Favi Sándor. Bravo! Mind a hárman képviseljük a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetét, ketten alelnökök vagyunk, akiknek munkájára még két hete nem nagyon volt szükség, mióta is egy sztrájkunk hirtelen minden feladatban meg akartak bízni bennünket, mert előtte kirúgási listára tettek. De csatlakozott hozzánk a hármunkhoz a mai napon Szorel is, és bravo! Arthur Ember Szorel, aki Duna Televízióban is dolgozott, elég sokat, sok műsor van, az ő munkájára sincs többet igény, de nekünk szükségünk van rá, hogy ő is kifejezze azt a tiltakozást, amit mi néhányan csak a saját nagyon egyszerű végletegig menő, és talán, hogy is mondták, vállalhatatlan eszközzel meg kell, hogy tegyünk. Hogy csatlakozott hozzánk egy másik szakszervezet vezetője, a Duna Televízió üzemi szakszervezetének vezetője, Virág Péter. Köszönjük szépen! Tehát már két szakszervezet is tiltakozik, 13 szakszervezet van a közmédiában, tehát van még elég nap. Ha kies egyikünk, akkor van remélhetőleg előbb-utóbb ők is csatlakoznak. Volt, amelyik szakszervezet vezető most gratulált nekünk, ugye? Igen, Balázs. Három nap után úgy látszik, látják, hogy itt van valami éhségsztrájk. 13 szakszervezet, de sokkal többen vagyunk, azt hiszem azok, akik fenntartják ezeket az intézményeket is, akik jogosan követeljük, hogy derüljön ki az igazság, és ne bűnbakokat keressenek, ne 50-es évekre, vagy Lukasenko fehér Oroszországához hasonló vizsgálatnak nevezett színjáték folyjon, és utána azt mondják, hogy elégedjünk meg ennyivel, menjünk haza, és minden megy tovább. Azok az emberek, akik terrorban élő, terrorban tartják ezt a házat, akár Élő Gábor és helyettesei, vagy éppen Pap Dániel, aki hónapokkal ezelőtt lebukott egy hírhamisított, manipulált anyag készítése, ez volt az első anyaga. Ezt annyira tetszett valakiknek, amiért másutt ugye a közszolgálatok való örök eltiltásán a minden normális demokratikus államban önő neki ezért egy nappal később egy megbízatás járt, hogy a hírterület főszerkesztőjévé legyen egy olyan ember, aki manipulált egy anyagot, az lesz a közszolgálati hírműsorok egyik vezetője, azóta már még egy területet kapott, újból bizonyított, azóta már a közélet és a dokumentum filmek főszerkesztőségét is ő irányítja, mondjuk dokumentum film elég régóta nem nagyon készül a közszolgálati televízióban sajnos, vagy alig, tehát ott mondjuk nagyon nincs mit tennie, csak legalább azt gondolom azon, hogy ne is legyen több. De ez elfogadhatatlan, ez egyszerűen elképesztő, és
tegnap egy főbírót fognak kikockázni, ma minket tüntetnek el a képernyőről, meg az egész eseményt, holnap valamelyiküket fogják eltüntetni. Ezt nem fogadjuk el, az pedig elég szégyenletes, hogy a külföldi sajtóban majdnem több jelenik meg, mint mondjuk egy közszolgálati médiumokban mondom, hogy 60-70 milliárd forintból tartanak fent. A közmédia vezetői milliós fizetésekkel jól érzik magukat, ők nem éheznek, nem szégyenkeznek. Több mint 10 milliárdos adósságot halmozott fel ez a épületben először megjelenő magyar televízió. ZRT, nem hallunk arról, hogy kik a felelősek ezért az adósságért, hova kerültek a forintjaink. Csak arról hallunk, hogy nem jelenhet meg valaki a képernyőn, mert valakinek a hírterület atyaúristenjének nem tetszik valamiért a képe. Valószínűleg a hírtet atyaúristenjének nem tetszik a mi képünk se, nem tetszik ez az ország, nem tetszik, hogy demokráciát és sajtószabadságot akarunk. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és nagyon fontos az, hogy minden nap minél többen jöjjenek el. Csütörtökön lesz egy nagy demonstráció, megmutatja végre, azt hiszem, a társadalom azt is, hogy ez tényleg tarthatatlan, elfogadhatatlan, és itt most már azt ki kell mondani mindenkinek, hogy elég volt. Köszönöm. Bravo! Na, úgyis menjünk a kasba.